Van ma? Nem tudom. Vasárnap. Gyereknap. Gyereknap. Hát persze, május utolsó vasárnapja, ami Szegváron is a gyerekekről szól. És hogy mi a legfontosabb? A gyermekek és a családok jól érezzék magukat. És annak érdekében, hogy ez tényleg így legyen, szinte az egész falu összefogott, a helyi civil szervezetek segítettek a szervezésben. Nagyon sok helyi szervezet, illetve vidéki egyesületek is. Említeném a Tűzköves Alapítványt, a Belevaló Klubot, a Polgárőröket, a Horgászokat, a nagyon sok önkéntes segítőnk is van, az Életi a Kulturális Egyesület is, a Mozgássérültek, az Életmód Klub, és elnézést, ha nem soroltam fel felét, de most ennyi jutott eszembe. Nehéz volt, úgy érezted, elfáradtál? Hát, csak kicsit fájattam el. Föl tudnál mászni még egyszer? Nem. Akik némi prevenciós célzattal azt is megtapasztalhatták, miért maradjanak tiszták. Valamitől részeg ez a szemüveg? Szerintem, hogy próbáld ki, jó? Tedd fel és próbáld ki, cseréljünk. Kérek egy pacsit. És akkor mitől részeg ez a szemüveg, légy szíves? Igen. Tudományos magyarázatra, szóval miért lesz ez? Tudományos magyarázat. Igazából ezeket a szemüvegeket azért találták ki, illetve azért állították elő, hogy szimulálni lehet velük azt, hogyha valaki kábítószer hatás alatt van, vagy pedig túlzott alkoholfogyasztásból kifolyólagos illuminált állapotba került. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen szimulátor. Tehát ezt az érzést, ezt adja át. Nagyon nehéz volt, de tök jó volt egybe. Mint a szédülnél, tök olyan volt. I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. A Tűzköves Alapítvány a lovait hozta a parádéra, a gyerekek legnagyobb örömére. Mennyire van kedve lovagolni ma a gyerekeknek? Elég meleg van. Hát igen, meleg az időjárás, de szerintem, hogy megérkeztünk, azóta egyfolytában megyünk itt körbe a lovacskákkal, és tetszik nagyon a gyerekeknek, úgyhogy érdemes volt ide följönni, most föllátogatni erre a gyermeknapra. Persze a kézműveskedés és a kötelező arcfestés sem maradt ki a repertoárból. Sziasztok! Elmeséled, mit fűzöl most? Egy krokodilt. És mekkora lesz? Sárga, zöld? Milyen színű lesz? Sárga és zöld. És miért pont krokodilt választottál? Mert sok munka. Szereted a sok munkát? Igen. De hát ma gyereknap van, ma szórakozni kéne, nem? De. Ez is az? Igen. Take off your clothes, blow out the fire. Na és az ügyességi játékok, amilyen falusi módra. Ilyen ügyesek voltatok, hogy ilyen finom cukorka jutalom? És mi volt a feladat? Talicskába tolják egymást, vagy a labdát, attól függ, hogy van a társuk. Ez ilyen egyéni kis versenyzés. És gondolom nagyon ügyesek? Nagyon ügyesek mindenki. Kicsik, nagyok egyformán. Nagyon ügyesek, meg tetszik. Örülök. Örülünk, hogy jót játszanak. Milyen a buli? Jó. Jó. Így csináljuk, és akkor futunk, és akkor kijön belőle a buborék. És aki pedig épségben megúszta a vízreszállást, hódolhatott a gyerekkor, mégiscsak legnagyobb szenvedélyének. See you.
munka után megéhezik az ember, de se baj. Te sütötted ezt a fincséséget? Nem, a kalácska sütötte. Te nem szoktál ilyeneket sütni? Nem szoktam sütni, én most felszolgálok. A mozgáskorlátozottak szegvári csoportja most is kitett, pontosabban kisütött magáért virslis és sajtos, na meg lekváros kifli, a tiszteletbeli nagyiktól a szegvári gyerekeknek. Köszönjük! És akik felszolgálták, a helyi polgárőrök, bár ilyen tevékenység nem szerepel az éves munkatervükben. Vagy mégis...